Az Evangélium Lukács írása szerint, 22. fejezet. Közeledett már a kovásztalon kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust, féltek ugyanis a néptől. A sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páskabárányt. Jézus elküldte Pétert és János ezt mondva. Menjetek el, és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle. Mi a kívánságot hol készítsük el? Ő így válaszolt. Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, ahová bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked. Hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a Páska vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett, emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a páskavacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott és ezt mondta. Vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti értetek, adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti értetek, ontatik ki. De éme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael tizenkét törzsét. Simon, Simon, én ma a sátán kikértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadott, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor kiküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is. És akinek nincs kardja, adja el felső ruháját és vegyen. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva. És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem megiratott, az most beteljesedik. Erre így szóltak. Uram, íme van itt két kard. Ő pedig azt felelte. Elég. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványa is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, Júdás jött elől, a tizenkettő egyike is Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá. Júdás, csókkor árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte lévők látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, oda vágjunk karddal! Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba! és megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, és a templomőrség vezetőinek és a véneknek, úgy vonultatok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vett és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és ezt mondta, te is közülük való vagy, de Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor ezt mondta neki. Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték, ki ütött meg téged, profétáld meg, és sok más szidalmat is szórtak rá. Amint megvírat összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írás tudók. Jézust a nagy tanács elé vezették és felszólították. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt, Ha megmondom, nektek nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek, titeket nem feleltek, de mostantól fogva öttül majd az emberfia mindenható Isten jobbján. Erre mind kérdezték, Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját száján.